Köszöntöm a Gazdatúra nézőit! Mai műsorunkban a Sapienzi MTE kampuszára látogatunk. Szó lesz a tájépítészetről, kertészetről és az agrárképzésről. Nézzenek minket! A Marosvásárhelyi Sapienzi MTE kertészmérnöki tanszéke nagy hangsúlyt fektet az agrár, kertész és tájépítészmérnök hallgatók gyakorlati oktatására. Az egyetemistákat kertészeti cégekhez viszik szakmai képzésre, tanulmányutakat szerveznek nekik itthon és külföldön egyaránt. Emellett a munkaerőpiaci elvárásoknak azzal is jobban megfelel a kertész szakcsoport, hogy helyben az egyetem 27 hektáros arborétuma 20 hektáros helyet biztosít a tangazdaságoknak, ahol fóliasátor, gyógynövénykert, dísznövénykert, gyümölcsös, zöldséges és a szőlészet is látókörön belül van. A gyakorlatok többségére itt kerül sor. Általában a nyári időszakban van egy intenzív, tömbösített úgymond gyakorlatunk 4 hét. Ez általában arról szól, hogy 27 hektár terület van a Marosvásárhelyi Karon, ahol a kertészmérnöki tanszéknek a kertészmérnöki hallgatói és a tájépítészmérnöki hallgatói gyakorlatoznak. Jelenleg a kertészmérnöki hallgatók gyakorlatoznak, és mindegyik úgymond szaktantárgynak van egy külön kísérleti tankertje, ami keretén belül dolgoznak. Most jelenleg a dísznövénytermesztés keretén belül folyik a gyakorlat. Itt elsősorban a dísznövény tankert, és itt a különböző rózsafajtáknak a hát úgymond meccése, tehát a zöld meccése és a úgymond az elmúlt időszakban nagy esők voltak, tehát a gyomlálása folyik, valamint van egy balkonládás dísznövény, német fajta kísérletünk, és hát annak is a rendbetétele folyik. Természetesen a tankerten kívül még egy ilyen 3 hektár zöld felület tartozik hozzánk közvetlen környezetünkben, tehát az épület környezete és a tankertnek a környezete. Hát itt a díszfák, díszcserjék kerülnek tápoldatozásra, meccésre, és hát ide a vízi növényeink vannak, a díszfüvek, tehát egy elég széles spektrumú, széles skála növényt ápolunk, és hát itt, ha mögöttem majd nézzük, akkor az élősövény újra meccése is történik. Miért fontos ez a gyakorlat a diákok számára, az egyetemisták számára? Hát maga, mint szakma, ugye nagyon fontos az elméleti, jó ismerete az elméletnek, de hát talán egyik olyan szakmák közé tartozik, ha a gyakorlati ismeretünk nem napra kész, és hát ezt gyakorlatban nem sajtottuk el, akkor ez kevésbé fog működni. Hát erre fektetünk nagy-nagy hangsúlyt, azért mondtam, hogy különböző tankertek vannak, ami keretén belül nyugodtan mondhatom, hogy az összes felületet az egyetem környezetében található 27 hektárt a diákjainkkal oldunk meg, feladatként vannak kiasztva, és hát a dísznövénytermesztés, a gyógynövénytermesztés, a zöldségtermesztés, a gyümölcstermesztés, és hát ezeknek a szakterületeknek a gyakorlati részét itt oldjuk meg az egyetemen. Természetesen kijárunk, tehát különböző cégekhez itt úgy Erdélyben, mint Romániában, és Magyarországra is megtekintünk a különböző nagyobb szakmai jellegű cégeket, és akkor van egy olyan része, amit úgymond gyakorlatilag kézzel a diákok kötelező módon megcsinálnak, és van, amikor úgymond látják, hogy hogyan és hova kellene eljussanak. A tankerteknek elsősorban az a szerepe, hogy konkrétan gyakorlatot sajátítsák el, úgy a meccéstől, tehát az ápolási munkákon át a meccés, az egész termesztés technológiát kell végigvigyük. Természetesen a gépekkel való munkálkodás is, tehát hogy a kis traktoron át, az élősövénynyíron keresztül, és hát a fűnyíron keresztül mindent meg kell ismerjenek, és hát együtt kell dolgozzanak velük, hát úgy izgalmas, mikor mondjuk több heten keresztül ezekkel dolgoznak. Tanulmányi utakat is szoktak számukra szervezni, legutóbb merre jártak? Hát több tanulmányi útunk is van. Szoktunk Görögországba menni a hallgatók, ez a tájépítész, kertész hallgatókat, elsősorban dísznövényeket szoktunk nézni, a kellemest a hasznossal kötjük össze. Utána pedig lakiteleken történt egy nagyon intenzív szakmai gyakorlat, az előbb említett szaktantárgyak keretén belül különböző üzemeket látogattunk meg, ahol az hallgatók a legújabb technológiákat láthatták, és hát lakiteleken, ez Magyarországon történt, lakiteleken egy hetet voltak a hallgatóink. Azon kívül pedig Erasmus ösztöndíj lehetőségeik vannak a hallgatóink, ahova hát elmennek Franciaországtól, Budapesten át mindenhol jelen vannak, tehát Párizstól Budapestig, és hát ami az ők szakmai
továbbképzésüket nagyban-nagyban segíti. Ez általában 2 héttől, de van, aki nyári gyakorlatra például kimegy külföldre, mint mondtam, és ő például 3 hónapot kint dolgozik, Erasmus program keretén belül, az konkrétan az egyetemen lehet pályázni, és akkor kimehetnek a hallgatóink, és ezt támogatják. Mekkora az érdeklődés a szakma iránt? Hát én úgy gondolom, hogy ha kertészmérnökről beszélünk, ez mindig egy kedvelt szakma volt. Azt láttuk, hogy az eddig meghirdetett helyeink mindig beteltek. Tudnunk kell, hogy mi nem létszámra menjünk tömegre, hanem ha lehet, akkor minőséget szeretnénk hát úgymond kibocsájtani az iskola padokból, tehát hogy nem a papír és a színes papírok diplomáknak a lényegeit, hanem a szakmai gyakorlatok. Én mindig a hallgatóimnak azt mondom, hogy ne a papírért jöjjenek, hanem a szaktudásért. Erre a tanárkollégák is, és jó magam is erre odafigyelünk. Érdeklődés nagy van, úgy gondolom, hogy ha körülnézünk Erdélybe, akkor itt a gyümölcstermesztés, zöldség, dísznövénytermesztés, Maros megye ugye Erdély szinten is a legnagyobb dísznövénytermesztők, szőlőtermesztés az akkor inkább ugye Arad, de a Küllőmente is ide tartozik. Tehát Erdély minden részéből jönnek hallgatóink, a visszajelzéseink ugye most a második generációt ünnepelte a 10 évet, tehát a visszajelzések pedig az, hogy több mint 80% a szakmába helyezkedett el, és a 10 éves találkozón pedig azt látjuk, hogy meg tudtak élni ebből a szakmából, és hát ennél nagyobb elégtétel egy pedagógus számára nem kell. Épp erre akartam rá kérdezni, hogy figyelemmel kísérik a végzős hallgatókat. Igen, figyelemmel kísérjük, van egy alumni rendszerünk is, ami hát úgymond előírás, hogy lássuk, hogy a hallgatóink milyen arányba hol helyezkednek el. Folyamatos kapcsolattartás van velük, hát ma már az internet világában Facebook csoportok vannak, de az alumni rendszer, ami az egyetemnek a hivatalos, úgymond diák segítő rendszere, ez mindenképpen figyelemmel kíséri őket. És már itt ugye maga a Szapiencia Egyetem is helyet ad egy kertészeti kiállításnak, amely által szintén őket támogatják, hogy visszajönnek, és ők maguk a kiállítók. Minden évben megszervezzük a kertészeti kiállítást és vásárt. 7000 ember látogatott el a tavaly és az idén is. Termelőket próbálunk bevonni, egyáltalán kapcsolat teremteni a diák és a termelők között, és hát az öröm a számunkra az, hogy minden évben azt látjuk, hogy már egyre több úgymond saját diák termelőnk jelenik meg. Az idén is 7 saját termelőink volt, úgymond saját, tehát a saját diákjaink voltak jelen különböző szakágazatból. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolatot a szakmával, a realitással, és hát nem egy elméleti, csak elméleti oktatást adunk, hanem úgy, ahogy egy kertészmérnöknek, vagy tájépítészmérnöknek jó szakmai ismeretet is próbálunk nyújtani. A Szapiencián végzett diákok mintegy 80%-a szakmában helyezkedik el, ezen ágazatban. Többségük a termesztés választja, a hallgatók körében népszerű a zöldség és gyümölcstermesztés, a virágkertészet, a vetőmag előállítás, de a borászat iránt is érdeklődnek. Dr. Kentelki Andrével pár szóban beszéltünk a második alkalommal megszervezett kertészeti kiállításról és vásárról is. A tavaszi rendezvényen a gazdatúra stábja is megfordult, itt találkoztunk egykori kertészmérnök hallgatókkal, akik mint növénytermesztők, virágkertészetet működtetők vettek részt a rendezvényen. A kertészcsoport képzésein tanulók többsége már eleve úgy jelentkezik az egyetemre, hogy otthon már gazdálkodik, és tudja, milyen kertészeti vállalkozásba akar kezdeni. Hányad éves hallgató vagy, és miért jelentkeztél a kertészmérnöki szakra? 3. éves hallgató vagyok a kertészmérnöki szakon, és én azért választottam, mert nagyon közel áll hozzám. Én otthon is párhuzamosan az egyetemmel az elméleti részt belefoglalom gyakorlatiba. Zöldség és dísznövénytermesztés folytatok hajtatott körülmények között. Ez azt foglalja magába, hogy fólia sátorba, mesterséges körülmények között ugye víz, fény, hőmérséklet befolyása által tudjuk a növényeket nevelni, és olyan időbe is tudunk termelni, úgymond zöldségeket, mint ugye a szabadföldi termesztés meg nem engedné meg. Most éppen nyári gyakorlaton vagy, mit csináltok? Nyári gyakorlat folyik a dísznövény kertészetünkben, amely a rózsafák környéki kapálását, tápanyag utánpótlása,
a díszfüvek, a zöld terület rendbetartását foglalja magába. Te éppen most vágtad le a füvet, vagy füvet nyírtál, úgy látszik is rajtad. Igen, motoros kaszával vágom a füvet a zöld övezetben. Mit vársz el ettől az egyetemtől egyébként? Mi szeretnél lenni? Hogyan szeretnéd folytatni? Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Én mindenképp a kertészetben szeretnék dolgozni. Én nagyon szeretem, egy fajta életvitelnek is mondhatom, mert ez nem csak egy akármilyen munkahely, mert ugye ez egy növény, úgy lehet elképzelni, mint az embereket. Ugyanúgy figyelmet kell fordítanunk rá minden pillanatban, ugyanúgy vizet, tápanyagot kell juttatnunk nekik, amelyet mindenképp egy kis idő nélkül, hogyha megpróbáljuk nem annyira figyelembe tartani őket, ezáltal vesztüket is okozhatjuk. Miért jelentkeztél erre a szakra? Mit tanultál az elmúlt 3 év alatt? Hát az elmúlt 3 év alatt, az első évben az egy alapozó év volt, ott alaptantárgyakat tanítottak, mint például talajtan, kémia, növénytan, az alapokat végül is. Hát én azért is, mert otthon is foglalkozunk szőlőtermesztéssel, és ez számomra kedves volt, és gondoltam, hogy vigyem ezt tovább, és mindenképpen valami olyasmit szerettem volna dolgozni a jövőben, ami szeretek is. Ne csak az legyen, hogy reggel elmegyek, és mindig egy monoton valamit csinálok, egy olyat csinálok, amit szeretek is. Nagyon sok oldala van, ága van ennek a szaknak. Így van. Erről mesélj nekem egy picit. Hát ugyebár míg tanulunk zöldségtermesztést, dísznövénytermesztést, szőlőtermesztést, borászat, szabad gyógynövénytermesztést, szántóföldi növények termesztését is. Ebben az a jó tulajdonképpen, hogy ezek közül bármelyiket választhatjuk, és bármelyik fele elindulhatunk későbbiekben, mert ez később majd szakosodunk tulajdonképpen magunk valamire, ami nekünk tetszik, avval szeretnék foglalkozni, és ezért is nagyon jó, mert mindenki a szakról meg tudja találni magának a megfelelőt, ami neki tetszik. És te szőlészetben szeretnél majd dolgozni? Nem feltétlen. Ezt annyi, hogy én gyerekkoromban abba dolgoztam, otthon van, ezt megszerettem, de amellett nyitott vagyok szinte bármire, majd kiderül. Még az annyi, hogy minden évben változik az igény, a piac. Ez függ a környéktől, ahol lakok, például én szilárdsági vagyok, hogy ott mit éri meg, mert hiába fogok neki egy olyan dolognak, amit kutya se vesz meg tulajdonképpen, akkor nem fog tudni abból megélni, mert ez nekem a hivatásom mellett, a munkahelyem is, és a megélhetésemet is kell, hogy biztosítsa. Úgyhogy mindenképpen olyat kell választani, amiből fent tudom magam tartani és a családomat. Kicsit mesélj nekem a gyakorlatokról, hogy hol szerzitek a tapasztalatot. Hát a legtöbb gyakorlaton, ugyebár van gyakorlati óránk, azt itt az egyetemen. Szerencsére van mindenből, úgymond, minden tantárgyból külön kert, de amellett még járunk rengeteget gyakorlatozni. Például voltunk most 3 vagy 4 hete Magyarországon, Lakitelken, ott például minden nap külön ugyanúgy voltak tantárgyak szerint fel volt osztva, és minden nap elmentünk egy gazdaságba, ahol bemutatták az ottani technológiát. Legtöbb szerencsére a legmodernebb technológiát láttuk. Ezt sajnos az egyetemen nem lehet bemutatni, mert ez egy nagyon drága beruházás, és gondolom nem tudják ezt bemutatni, de ezzel még nagyon sokat tudunk tanulni. Ahova elvittek minket, tulajdonosokkal beszéltek, és ők is őszintén elmondták, hogy gyerekek, ide figyeljetek, ez ilyen. Nem hazudtak, mert tulajdonképpen egy jövendőbeli kollégának adták át a tapasztalataikat, és ezért is nagyon jól fogott, mert egy olyan emberrel beszéltünk, aki már csinálja évek óta, benne van, tudja a nehézségeit, a hátrányait, az előnyeit, a szépségeit, és mindent megmondott, úgy, ahogy van, nem hazudott, nem szépítette, hanem úgy, ahogy van, mert tudta, hogy gyerekek, ti is abba kell dolgozzatok, tudjátok, mire készüljetek fel. Most zajlik a nyári gyakorlat, te mivel foglalkozol? Én most éppenséggel az egyetem körüli fűkarbantartással foglalkoztam, fűnyírással, fűkaszával,
És itt dolgozunk a kollégákkal itt a dísznövénykertben, az egyetem körüli tangazdaságban. Próbáljuk rendbe tartani az egészet, karban tartani. Te is harmadéves vagy? Igen, harmadéves vagyok. Te miért jelentkeztél az egyetemre, erre a szakra? Én gyerekkorom óta szeretek kertészkedni, csinálom is otthon, persze kiskertben csak, és nagyon szeretek növényekkel dolgozni. És úgy gondoltam, hogy 12. után, hogy eljövök, és kicsit ugye a tudásomat bővítem, és hogy munkálatomat is próbálom felsőfokra felvinni, hogy tudjak kicsit ebben a munkában érvényesülni, hogy tudjak elhelyezkedni valahol. Nagyon sok oldala van ennek a szaknak. Neked mi tetszik leginkább? Én úgy vagyok, hogy mindent szeretek ebben a szakba, kicsit ezt, kicsit azt, igazság megvalva, gyümölcs, zöldség, ami a szívemhez hozzon itt. Szeretek enni. Ebben látod a jövőt majd, gyümölcs, zöldség termesztésben? Igen, igen, próbálok ugye abban elhelyezkedni, de ha nem lesz, akkor másba fogok neki, persze. Próbálok valamilyen szinten ebben a szakmában elhelyezkedni, miután végzek. Te is voltál külföldi gyakorlaton? Igen, is voltam. Mit láttál ott? Hát fejlettséget, technológiai fejlettséget, mindenképp profin csinálják, amit csinálnak. És nem lenne rossz ezt is itt valahogy megvalósítani, ezt a nagy munkálatokat, amit ők csinálnak. Görögországban is voltál gyakorlaton? Igen, voltam Görögországban is gyakorlaton. Az milyen volt ott? Mit tanultatok? Ott ugye a dísznövényről az volt a téma. Igen, ott inkább ott a mediterrán dísznövények, díszfák, díszcserjék. Azok voltak nagy hangsúlyban, persze voltunk, meglátogattuk a tengerpartot, voltunk Skiathos szigetére, Olympusra, felmentünk a csúcsra. Akkor kellemes a hasznosra? Kellemes a hasznosra, igen, igen, igen. Azon múlott, igen, persze. Miért szeretsz egyetemre járni? Még van egy éved? Van még egy éve, igen, van még egy évem. Nagyon, jó a társaság. Nagyon jók a professzorok, nagyon jó órákat tartanak, és úgy érzem, hogy ez kellett nekem ez a 4 év, vagy ez a eddigi 3 év, és még a jövőben a 4 év, ez nem kellett az életemben, hogy kicsit úgy kibontakozzak az életem alatt. A szakképzésen túl ezeknek a terepgyakorlatoknak, tanulmányi utaknak közösségkovácsoló ereje is van. Olyan barátságok köttetnek a hallgatók és tanárok között, amelyek az egyetem elvégeztével is megmaradnak. És ahogy dr. Kentelki Endre mondta, a hallgatók munkáját az egyetem befejezése után is nyomon követik, és segítik is őket az elhelyezkedésben. Továbbá szakmai rendezvényeket, előadásokat is szerveznek az egyetemen, amelyekre visszahívják az itt végzetteket. A Szapiencián a diákokat megtanítják a főbb termesztési tantárgyakra, és ezeknek a kultúráknak a védelmére is. Továbbá minden olyan gyakorlati fogást elsajátítanak, amelyek a gyümölcs termesztéshez szükséges, meccéseket, szaporításokat, kézbenoltásokat. Megismerkednek a legmodernebb műszerekkel, technikákkal és technológiával. A növényvédelmi szaktantárgyak alatt a hallgatók megtanulják a növények betegségeit, kártevőit, miután mindezt elsajátítják, tanulnak a védekezésről is. Mindemellett a hallgatók elsajátítják az egynyári, kétnyári, évelő lágyszárú növények, valamint a fásszárú díszfák, díszcserjék termesztéséhez szükséges tudnivalókat. Megismerkednek a talajjal, annak tulajdonságaival és a termesztési körülményekkel. Napjainkban egyre keresettebbek az agrárkertész és tájépítészmérnökök, és szükség is van rájuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten újra találkozunk a Gazdatúrában. Viszontlátásra! A műsorvezető körmének szépségéről a Pörnyelsz gondoskodott. Pörnyelsz. Innováció és minőség a szép körmök ápolt kezek szolgálatában. Ruhában partnerünk a Szovátai Anna Store. Minőség, divat, elegancia. Anna Store.